Uraim, tisztelettel köszöntök mindenkit ma este itt a Csodák Palotájában, illetve azokat is, akik valahol megkezdő voltában a világhálón követtek minket, vagy az archívumban nézik vissza a Wigner film mai rendezvényét. Nagy öröm számunkra, hogy újra vendégül láthatjuk az MTL Wigner Fizikai Kutatóközpont munkatársait, és én át is adnám a szót a ma este házigazdájának, Verosz Figaro-nak, a tudománykommunikátornak. Én is szeretettel köszöntök mindenkit, illetve két előadónkat, munkatársunkat az MTL Wigner Fizikai Kutatóközpontból, Somogyvári Zoltánt és Orbán Gergőt. Somogyvári Zoltán zöld pulóverben versenyzik, és Orbán Gergő pedig szürke pulóverben versenyzik ma este. Röviden bemutatnám őket, és arra biztatnék mindenkit, hogy ha van kérdése, azonnal tegye fel, ne várjon a végéig, kérdezzetek, vagy kérdezzenek. Melyikötök az idősebb, mert majdnem egykorúak vagytok tulajdonképpen az ELTE-re is. Értem, ilyen kérdést nem szabad feltenni, de majdnem egyszerre jártatok az ELTE-re, tulajdonképpen egy év volt köztetek, nem? Zoli ő egy évet előbb járt az ELTE-re, de ez tudjuk nem jelent semmi. Értem, de fizikus szakon végeztetek, mindketten fizikusak vagytok. És mégis az aggyal foglalkoztok. Hogy jutottatok el a fizikától az agyig? Másodéves egyetemista voltam, amikor a későbbi főnököm, Érdi Péter professzornak egy ilyen fali újságon lévő papíron megláttam az előadását, egy idegrendszeri modellezés. Ez nagyon felcsillant a lehetőség. Nagyon tetszett, és utána megfogott maga a területnek a... Szóval azt gondolom, hogy azért mentem fizikusnak, mert az ember, fizikusként az ember a világegyetem nagy kérdéseit boncolgatja, de azok egy idő után nagyon messze vannak. Az agy ugyanúgy az világegyetem egyik nagy kérdése, mint ahogyan a ősrobbanás, de ez megfogható, kísérletezhetünk vele, és ha elméletet építünk, azt meg is tudjuk cáfolni. Úgyhogy azt hiszem, ez az, ami oda vonzott, és azóta is ott vagyok. Szegel. Nehéz visszarévedni a tizednéhány évvel ezelőttre. Talán inkább azt mondom el, hogy mi az, amitől most nagyon fontosnak látom azt, amit csinálok. Alapvetően mi a fizika eszközeit használjuk, a matematika eszközeit használjuk, a számítástudománynak az eszközeit használjuk, hogy ezt a viszonylag csekély méretű képződményt, ami az evolúció évmilliárdjai alatt létrejött az agy, azt megpróbáljuk megérteni. És az a fajta megértés, amihez megpróbálunk közelebb jutni, az egy olyan fajta megértés, amit másfajta rendszereknél sokkal nehezebb, vagyis ott lehetetlen is föltenni. Tehát itt az agynál föl lehet tenni ezt a kérdést, hogy miért úgy működik, ahogy működik. Egy fizikai rendszernél kár megkérdezni azt, hogy a gravitáció miért pont olyan formájú, mint amilyen formájú. Az agynál, mivel ez egy adaptív rendszer, ott föl tudjuk tenni ezt a kérdést, és ezáltal még izgalmasabbá válik a maga a kutatás. És most válaszoltál arra, hogy miért ezzel foglalkozol, de milyen út vezetett el az egyetemtől idáig? Nagyon röviden, tehát úgyhogy ne legyen unalmas, tehát ne menjen senki haza. Világos. Kanyargós út vezetett. Én is ugyanabban a laborban dolgoztam, ahol a Soma dolgozott. Utána néhány évig Szatmári Őrs mellett dolgoztam a Kollégium Budapestben, aki evolúcióbiológus. Ezután a Boston mellett a Brandeis University-n Fischer Józseffel dolgoztam, az egy pszichológia tanszék volt, a Volland Center. Majd egy rövid kanyar után Cambridge-be, a Cambridge Egyetemre mentem, ahol egy mérnöki tanszéken dolgoztam, majd pedig végül a Lendület programmal jöttem haza Budapestre, és azóta vezetem a saját csoportomat. Mm-hmm. És te, Zoli? Én a fizikus szak után a SOT-én szereztem a PhD-mat. Már akkor ebből ahogy a Gergő mondta, az agykutatás matematikai megközelítéséből. Tulajdonképpen az én utam sokkal egyszerűbb volt. Én maradtam a Wigner elméleti idegtudomány és komplex rendszerek kutatócsoportjában, néhány rövid látogatás, vendégkutatóság New Yorkban, meg
ilyesmi. Szóval én itthon folytattam ezt a tudományt. Ezután szerintem én felkérem Orbán Gergőt, hogy akkor kezdje el az előadását. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm, hogy mindenkinek, aki feltűnt, ezt valószínűleg valahogy magamra érdemes applikálni előbb-utóbb. Jó, hát menni fog, oké, megígérem, hogy ezt a kihívást ezt meg van oldani a végtelen tapasztalatommal. Így, és akkor mondtam meg oldani. Jó, tehát én az, arról fogok beszélni, hogy mit is csinál az agy, mit is jelent az, hogy az agy az értünk dolgozik. És nyilván itt, amikor fölteszi ezt az ember ezt a kérdést, hogy mit is csinál az agy, miért van az agy, akkor ott van egy kérdőjel, ezt most megpróbáltam alkalmazni, ezt a idézet, amit már megtudtam, hogy valójában nem kéne. Tehát van ott egy nagyméretű kérdőjel, ami nyilvánvalóan évtizedeknek a kutatásai most már évszázadra is rúg akár. És valamiképpen ezt megpróbálom 20 percben összefoglalni, hogy szerintem mi az a nagyon-nagyon fontos összetevője az agynak, amiért ez kifejlődött az emberben és más állatokban. Tehát alapvetően a kihívás az valahogy így néz ki, van egy környezet, ami viszonylag bonyolult környezet körülöttünk, és ezt valamiképpen megpróbáljuk feldolgozni azonnan érkező jeleket, azért, hogy megfelelő válaszokat tudjunk adni. Tehát ez így egy végtelenül lecsupaszított dolog. Meg tudom magyarázni, hogy az egyes nyílak azok mit jelentenek. Az első nyílat úgy hívjuk, hogy ez az érzékelés, és a második nyílat azt úgy hívjuk, hogy döntéshozatal. Valamilyen módon, tehát az agynak az a feladata, hogy az érzékelésen keresztül eljussunk egy megfelelő döntésekhez. És megint csak meg fogom lecsupaszítani ezt a forgatókönyvet. Tehát alapvetően akarunk valami jó döntésekhez eljutni, és ehhez azt gondoljuk, hogy valamilyen módon egy hiteles érzékelést kell kialakítani. És most én olyan egyszerű kísérleteken keresztül, amik lényegben kísérletek, azok csupán képeknek a nézegetését fogják jelenteni, megpróbálom bemutatni azt, hogy azáltal, hogy hogyan érzékeljük a környezetünket, mi az, amit megtudhatunk az agyról. Tehát nézzük meg ezt az egyszerű képet. Itt valószínűleg mindenki fölismer rajta egy helyes, copfos kislányt, akinek talán a legmarkánsabb jellemzője, hogy szép kék szemei vannak. És ezzel így elégedettek is vagyunk ezzel az interpretációval, ez így nagyjából leírja azt, hogy mi zajlik ezen a képen. Tehát nagyjából úgy gondoljuk, hogy ha nem volna rajta ez a vörös színű, ilyen sötétkamrás vörös fény, akkor nagyjából ez lehetne mögötte. Hogy egy pillanatra visszarakjuk azt, hogy is nézett ki ez a kép előtte, és mi is az, ami az értelmezése ennek a képnek, amit az agyunk alakított ki, akkor gyorsan nézzük át, hogy mit is jelent ez ténylegesen, hogyha így pixelről pixelre nézzük meg. Nem kell most minden pixelt az végignézni, mert abból volna most egy olyan milliónyi ezen a képen. Most csak megpróbálok egy segédkezet nyújtani ezzel a vonallal. Tehát itt azt mondjuk, hogy igen, itt van ez a kékszínű vonal, ami nagyon meghatározó. Tehát ez az, ahogy mi érzékeljük ezt a szemet. Hogyha ezt a vonalat most itt nem állítom meg, hanem tovább folytatjuk, és megy a másik szemhez is, akkor azt látjuk, hogy elég markáns az eltérés. Tehát noha ugyanannak a kéknek érezzük azt a két szemet, de valójában az árnyalata tökéletesen más. Milyen is valójában az a szín, amit ott látunk? Ha még egyet játszunk ezekkel a színekkel, akkor azt látjuk, hogy valójában ez a szürke az, ami ott van. Tehát az történik, hogy ránézünk egy képre, amiben ténylegesen egy dologot szerettem volna csak megkérdezni, hogy milyen színű szeme van ennek a kislánynak, és azt látjuk, hogy kék, és még csak ezt sem tudjuk megmondani. Tehát akkor a kérdés az, hogy itt voltunk ennél a pontnál, hogy kéne egy hiteles érzékelést kialakítani, és már itt elbuktunk ezen a ponton, hogy nem voltunk képesek egy megfelelő kérdésre választ adni. És azt gondolom, hogy ez önmagában elég sokat elmond arról, hogy milyen is az agy. Mondjuk itt első között is megkérdezhetjük a hitelességén annak, hogy az agy az azt csinálja, amire felkértük őt, hogy azt az információt, ami a külvilágban van, azt megjelenítse az agyunkban, hiszen azt a szürkét, azt szép ékszikkéknek, vagy nem is tudom, türkiznek érzékeltük.
Azért, hogy egy picit mélyebbre nézzünk ebben a hibában, amit elkövet az agy, próbáljuk ki ezt a másik szituációt. Itt van egy kocka, amit lerajzoltam. Ez eredetileg egyébként Bólótonak az előadásából származik ez a játék, csak egy picit fejlesztettem rajta. Tehát itt van, kijelöltem rajta 5 darab kis négyzetet ennek a kockának a felületén, és ezeket most megjelölöm egyszerűség kedvéért nyíllal. És hogyha ide elérakok egy ilyen kékszínű szűrőt, akkor még mindig látjuk azt, hogy ezekre a kockákra vagyok igazából kíváncsi. És hát viszonylag jól látszik az, hogy ezek szép sárga színű kockák, ha minden jól megy. Tehát alapvetően, hogyha megkérdezem azt, hogy ez milyen színű, ez a négyzet itt, akkor gyanítom, hogy elég konzisztensen azt a választ fogom kapni, hogy piros. Ez itt kék, gyanítom. Ez itt zöld, és talán ez itt sárga. Akkor menjünk tovább egy kicsit ezen a játékon. Most kijelölök 5 másik négyzetet itt, és ugyanúgy ez a játék fog lezajlani. Most inkább egy sárga szűrőt rakok be, és megint föl tudom tenni ezeket a kérdéseket, hogy az előbbi 5 darab, amit kijelöltünk, az ezek voltak, ezek a kékek. Tehát itt van megjelölve ezek a sárgák, és most koncentráljunk egy pillanatra ezekre a kékekre. Tehát azt látjuk, hogy van két kocka, mindegyiken nagyjából hasonló az összetevő kis kockáknak az eloszlás, és a két külön szűrőt raktunk eléjük. És viszonylag magabiztosak vagyunk azért abban, hogy miről van itt szó, milyen az összetétel. Tehát ez itt a sárga, ez itt a kék. De hogyha megint csak végigjátszok ezt a szürke sávozást, akkor azt látjuk, hogy amiről az előbb olyan meggyőződéssel állítottam, és remélem, hogy meggyőződéssel bólogatott mindenki, hogy ez sárga volt. Valójában ez egy szürke darab. És ez is egy szürke darab. Tehát tök ugyanazokat azokat a pixel intenzitásokat az agy egyszer sárgának, egyszer kéknek érzékel. És ami ennél rosszabb az, hogy valójában az, hogy én előállítsam ezt a két képet, az egy végtelen egyszerű algebrát használtam, középiskolai vagy általános iskolai matekot, hogy kiszámoljam azt, hogy kéne kinézni a különböző szűrőknek ahhoz, hogy ugyanazt a szürkét kapjam, és mégis kékként és sárgaként értelmezzük. És az érdekes ebben az, hogy az a hiba, amit elkövet az agy, az nem csak úgy véletlenszerűen jön, hanem valahogyan az következetes, az kiszámítható, kimatekozható, hogy milyen hibákat fog elkövetni. Tehát ebből arra lehet következtetni, hogy ezt szándékosan csinálja velünk. Azért, hogy megértsük egy picit azt, hogy miért lehet az, hogy ilyen hibákkal szembesülünk rendszeresen. Nyilván azt gondolnánk, hogy erre jó oka van az agynak valamiért. És itt ebben az animációban csak megpróbálom megmutatni azt, hogy milyen jellegű az a kihívás, amivel az agy általában szembesül. Nézzük meg ezt az egyszerű kockát, valamiért így erősen vonzódom a kockákhoz. Most ez végig fog menni szépen egy animáció, ami úgy fog kinézni, hogy inkább most csinálok ebből az egy darab kockából 3-at. 3 darab kocka van egymás mellett, és semmi más nem fogok csinálni, mint elkezdem forgatni ezeket a darabokat. És tehát mindegyik egy háromdimenziós objektum valójában, de amikor elkezdem forgatni őket, akkor kiderül, hogy valójában ezek azért messze nem kockák. Az, amit az előbb láttunk, az egy kétdimenziós vetülete volt a kockának. Amikor egy megfelelő szögből nézzük, akkor mindegyik egzotikus kis objektum az egy kockának néz ki. De semmilyen más szögből nem kocka. Ez egy alapvető olyan kihívás, ami az ember előtt áll, ember és más állatok előtt áll, amivel szembesülnie kell, hogy alapvetően az információ, amivel mi találkozni szoktunk, az nem teljes, az alapvetően le van pusztítva, az valamilyen módon egy része az összes információnak, ami elérhető. Ez az illusztráció itt csupán azt mutatta be, hogy akkor, amikor mi a háromdimenziós világot azt úgy érzékeljük, hogy egy kétdimenziós vetülete vetül rá a szemünkre, a retinánkra,
nekünk abból a kétdimenziós vetületből kell rekonstruálni azt, hogy milyen is a háromdimenziós struktúra. Tehát alapvetően ez egy alapvető probléma itt, ami lényegében arról szól, hogy az az információ, amihez hozzájutunk, az szegényes. És a szegényes információból kell dolgozni az agynak, és valamilyen módon ebből kihozni a legtöbbet. Az, hogy hogyan is csinálja, azt néhány másik illúzióval meg tudom mutatni. Vegyük például ezt a szituációt. Van itt egy rúd. Van itt egy másik rúd. Ha most megkérdezem azt, hogy milyen hosszúak ezek a rudak, a hosszú az ugye a nagyobbi kiterjedése ezeknek a téglalapoknak, akkor nagyjából mindenki magabiztosan rávágja azt, hogy azonos hosszúságú. És egyébként most ez a különleges helyzet van, hogy csak ugyanazonos hosszúságúak. De hogyha ide rakom melléjük ezt a sínre emlékeztető néhány vonalat, és megkérdezem azt, hogy melyik hosszabb, akkor már egyáltalán nem vagyunk annyira biztosak benne. Semmit nem csináltam azokkal a rudakkal, csak köréjük raktam még néhány plusz információt. Tehát úgy tűnik, hogy volt eredetileg két darab stimulusunk, végtelenül egyszerűek, meg tudtunk válaszolni egy egyszerű kérdést, egyszerű választ adni rá, és egy jó választ adni. Úgyhogy adtam még további információt, és az információt azt úgy sikerült felhasználni az agynak, hogy effektíve nem helyesen válaszolja meg az ember ezt a kérdést. Miért van ez? Itt ugyanaz a szituációban, mint az előbb volt. Itt alapvetően néhány vonal van, és ezt valamilyen módon az agynak le kell írnia, hogy mi történik ezen a képen. Úgyhogy lényegben mindig ezt kell tennie, értelmeznie kell valamiképpen a képet. Tehát nem pusztán arról van szó, hogy a pixeleket összeszámoljuk, és a végén kijön az, hogy a rúdnak a hossza az 316 pixel, a másik év is 316 pixel, úgyhogy a válasz az egyenlő. Nem arról van szó, hogy igazából jól mérni például ilyen hosszúságot a szemünkkel nem nagyon tudunk. Mi föl tudunk használni mindenféle információt, és például itt is arról van szó, hogy egy háromdimenziós kép az sokszor úgy vetül a szemünkre, hogy van egy perspektívikus torzítás. Tehát, hogyha azt látom, hogy van valamilyen sín vonalpár, ami emlékeztet a sínre, ami egy perspektívikus torzítást szenved el, akkor annak a kontextusában kezdem el értelmezni azt, amit látok, és ez az, ami miatt végül a kérdésre egy rossz választ fogok adni. Tehát itt, ami történik, az, hogy kevés információnk volt. Van egy viszonylag összetett képünk, amiben nehéz megalapítani a tényleges hosszúságokat, mert nem tudunk pixeleket mérni, és felhasználja az agy a minden rendelkezésre álló információt ahhoz, hogy a döntéseit meghozza. És itt ez most egy olyan illúzió, ami az egyik legegyszerűbb formája, tehát ténylegesen vonalakból áll ez a játék. Ami mellett érvelni próbálok az, hogy amit az egy ilyenkor beépít a döntéseinkbe, az nem más, mint azok a regularitások, azok a szabályszerűségek, amik a világot jellemzik. És hogyha én tanultam ezekről a szabályszerűségekről, akkor nem tettek más, mint ezeket felhasználom. Ez az agyamnak az alapvető működése. Itt van egy másik hasonló illúzió. Itt megint egy olyasmi kérdést fogok föltenni, hogy melyik a világosabb ezek közül. Most már valószínűleg mindenki felkészülten rávágja, hogy nyilvánvalóan ugyanaz a színe ezeknek, de ami az érdekes az, hogyha az embernek döntést kell hozni egy ilyen szituációban, akkor tudat alatt úgy fogja a döntéseit meghozni, hogy simán azzal a feltételezéssel fog érni a döntésének meghozatal, akkor hogy ez bizony egy világosabb darab. Noha megint, ha felrajzolom, akkor látszik az, hogy ezek ugyanolyan színűek. És itt látszik az, hogy ahhoz, hogy ezt a következtetést levonjam, hogy ezek világosabb vagy sötétebb, az egy viszonylag bonyolult rendszert kell működésbe hoznom az agyamban. Tehát ez nem csupán arról van szó, hogy valami végtelenül egyszerű matekot végez, hanem ott konkrétan valami igen bonyolult dolgokat használ föl, azért, hogy ezeket a regularitásokat, amiket megtanultunk a korábbi életünk során, ezeket föl is tudjuk használni. Itt miféle regularitást használunk föl? Lényegében azt a regularitást használjuk föl, hogy bár alig vesszük észre, de valójában ez a henger, ez árnyékot vet erre a saktáblára. És az, hogy ennek a B-nek a színe, B nézetnek a színe milyen az A-hoz képest, az abban a kontextusban hozzuk meg ezt a döntést, hogy tudjuk, hogy van itt ez az árnyék. És még egyszer, ez az árnyék nem feltétlenül olyan, hogy ha az ember leírja a képet,
így szorul szóra. Tudatosan azzal kezdi, hogy igen, van egy saktábla, és akkor rajta egy henger, és az árnyékot vet. Nem, ezt soha nem fogalmazzuk meg alapvetően. Ezt tudat alatt, ezt processzáljuk, feldolgozzuk ezt a nagyon apró kis információt, hogy van egy ilyen szép átmenetes változás a színmélységben, és ez alapján hozunk döntéseket. Tehát ahová el szerettem volna jutni igazából, az, hogy van itt egy stimulus, amit a környezetből szerzünk, valahogyan el akarunk jutni a döntésig, és közben van az agy. És ahhoz, hogy az agy az valamilyen módon értelmes döntéseket tudjon hozni, ahhoz fel kell építeni a külső világnak egy modelljét. A külső világ modellje az nem más, mint valamilyen módon ezeket a regularitásokat, ezeket a szabályszerűségeket megpróbáljuk kinyerni a környezetünkből. És lényegében ez az, amiket használunk a döntéseink során. És utána, amikor érkezik egy stimulus, akkor egyszerűen nem tudunk más tenni, mint beérkezik a stimulus, mondjuk a retinánkra érkező jeleket generálva, és azt a belső modellt, amit a külvilágról felépítettünk, azt valamiképpen integráljuk azzal az információval, ami az érzékeink felül érkezik, ami a szenzorok felül érkezik. És ilyen módon akkor azt mondanám, hogy alapvetően arról van szó, hogy van itt szegényes információ, és ez nagyon jellemzője a külvilágnak, hogy nem minden információ elérhető számunkra, az beérkezik hozzánk, és ahhoz, hogy értelmezzük azt a szegényes információt, az felhasználjuk ezt a belső modellt, és ilyen módon viszont végre egy hiteles érzékelést kapunk, és az állításom az, hogy minden egyes illúzió, amit elszenvedtünk, az lényegében annak a következménye volt, hogy az agy az hagyatkozott arra, hogy ami információ azokon a képeken volt, az túl gyatra volt. Nem volt elég gazdag az a kép ahhoz, hogy a döntéseket értelmesen meg tudjuk hozni, és ezért felhasználta az agya ezeket a belső modelleket is. Van még időm, vagy már nincsen? Még van, még 5 perc. Jó. Akkor egy kérdést fel is teszek, igen? Ki azt nálam. Akkor az egész körülöttünk lévő világ egy illúzió, ami azon alapul, hogy mit láttunk eddig, mit véltünk látni a világból, ami szintén illúzióra épült illúzió volt? Alapvetően erről van szó, tehát ha megnézzünk egy barokk templomnak a mennyezetét, és ott látunk egy olyan freskót a fejünk felett, ami úgy tűnik, mint hogyha utat nyitna a mennyek felé, és mi ezt háromdimenziósként érzékeljük. Ez azért van, mert hogy alapvetően egy háromdimenziós világban élünk, és a festő azt tudja azt, hogy hogyan lehet azt az illúziót kelteni, hogy az egy háromdimenziós objektum. Az, hogy háromdimenziósként érzékelünk objektumokat, az alapvetően, hát hogy az illúzió vagy sem, sokszor nem, mert egyenlőségesen háromdimenziósak. De nagyon sokszor akkor, hogyha az információ az valahogyan rossz minőségű, akkor hagyatkozunk arra, hogy mi az, amit megtanultunk, és akkor sokkal inkább az érzékelés, amit kialakítunk, vagy az érzéklet, amit kialakítunk, az inkább az, amit hinni szeretnénk a világról, mint amit ténylegesen információ beérkezik onnan. És akkor viszont tadós vagyok azzal, hogy megnézzük azt, hogy mi történik ezzel a szegény kislánnyal. Tehát, hogy miért van az, hogy ezt kékként értelmezzük, ezt a szempárt. Ugye az értelmes, ami miatt azt gondoljuk, hogy ez kék, az egyszerű modell, hogy alapvetően ami történik, hogy van itt egy szép kékszemű kislány, és arra rávetődik egy valami vörös fény. Tehát amit feltételezünk, az nagyjából ez, hogy van itt egy valami vörös szűrő, és így áll össze. Egy alternatív interpretáció, ami helyesen mondaná meg azt, hogy a szemszíne már pedig szürke, az nagyjából így néz neki, és feltételezzük, hogy valójában egy szürke szemű kislány van ott, de van egy valamilyen maszk előtte, ami pont a szeménél van kivágva. Ugye ez pontosan arról szól, hogy van két lehetséges hipotézisünk. Az egyik hipotézis az, hogy ez az egyszerű dolog, vagy egy viszonylag bonyolult dolog, amit viszonylag nehéz nekem elmondani, így szavakba öntve. És mivel hogy általában ez a hipotézis, ez jobban összeegyezhető azokkal a dolgokkal, amiket eddig a világban látunk, ezért inkább erre fogunk hagyatkozni, amikor értelmezzük ezt a képet. És azért, hogy megmutassam azt, hogy amire a Vera is rákérdezett, hogy valójában az illúzió az mennyire erős,
különböző szituációkban. És hogy mennyire a stimulusnak tehát a külvilágból érkező információnak a minősége az, ami meghatároz az, hogy mennyire egy belső modellre támaszkodunk. Ez talán jól illusztrálja ez a kép. Én igazából ezt egy olyan órával ezelőtt próbáltam reprodukálni egy kísérletből, és csak remélem, hogy ez a prezentáció szoftver alkalmas lesz hozzá. Tehát ami történik az, hogy van egy rombusz, amit valahogyan rángatni fogok ide-oda. Elsőre ezt a rombuszt fogom megrángatni, másodikra ezt a rombuszt fogom megrángatni. És nem tudom, hogy itt mennyire jön át ezen a kísérleten. Ha rákérdezek arra, hogy itt a mozgás iránya az milyen volt, az nem tudom, hogy milyen. Tehát, hogy ez viszintes, függőleges ferde, vagy még egyszer megpróbálom. Mindkettő. Akkor sikerült a dolog. Tehát itt arról van szó, hogy van egy viszonylag kis kontrasztú kép, ezek a vonalak, amik ezt a rombuszt alkotják, azok viszonylag kevéssé térnek el egymástól, ezért az információ, amit ők adnak arról, hogy a mozgás az milyen irányú is, az viszonylag csekély, ahhoz képest, amit itt tudok produkálni, amikor egymástól nagy szögben térnek el ezek az irányok, ezért jobban, tehát az egyik információ, tehát amit ennek a mozgása tud eljutatni hozzám, és amit ez közvetít, ennek a mozgása közvetít, azok jobban függetlenek egymástól, mint ebben az esetben, és itt nagyobb is a kontraszt. És hogyha itt csinálom, akkor itt a látvány az sokkal inkább az, hogy viszintes. Most nyilván mindenki felkészült arra, hogy azt fogom mondani, hogy azért láttuk ezt ferdének, mert rossz minőségű volt a kép, de alapvetően itt ugyanúgy ferde volt az a mozgás. Tehát viszonylag bonyolult itt ezt megmagyarázni már, hogy miért is van ez az illúzió, de ez is pontosan ugyanazokat az elveken alapul, hogy van egy elképzelésünk a világról, itt lényegében arról, az elv, ami ezt megmagyarázza, az, hogy feltételezzük, hogyha van sok lehetséges hipotézis, hogy egy tárgy az hogy mozog, akkor azokat fogjuk valószínűnek tekinteni, azokat a hipotéziseket, hogy a tárgy az alapvetően lassan mozog. És ebből következik az, hogy ha rossz minőségű az információ, tehát hogy alacsony a kontraszt, akkor úgy fogjuk érzékelni, mint hogyha volna egy másik sebesség komponens is, tehát nem csak viszintesen egy ferde is. Ezt ki lehet matekozni, ezt nem akarjuk pillanatnyilag megcsinálni, de a szép benne az, amit közvetíteni akar, hogy attól függően, hogy az információ minősége milyen, attól függően, ha támaszkodunk jobban vagy kevésbé a belső modellre. És az hogy mit is csinálunk ilyenkor, amikor érzékeljük a külvilágot, hogyha föltesszük azt a kérdést, itt most ez valójában ezt úgy is szokták hívni ezt a dolgot kockát, hogy a Necker kocka, és amikor azt a kérdést is föl lehet tenni, hogy alapvetően milyen az orientáltsága ennek a háromdimenziós objektumnak. Így nézünk rá, tehát ez itt az előlapja, vagy pedig az előlapja az ez, és alapvetően innen föntről nézünk rá. Mindjárt világossá fog válni. Tehát nézzük, segíteni fogok, azzal fogok segíteni, hogy plusz információt adok, itt ténylegesen hasznos információt, nem úgy, mint az előbbi simpárnál, itt ez hasznos információ lesz. Tehát, hogyha felrakom ezt a kockát fölé, akkor az az érzéklet, hogy ez egy ilyen irányú kocka, tehát ez itt az előlapja, az itt meghatározóbb lesz. Hogyha ezt most átugrasztom, tehát hogy egy másik kontextust adok hozzá, azzal, hogy ezt a másikat mutatom meg. Tehát itt most arról van szó, hogy ez itt az előlapja a kockának, ez itt az oldala, és ez itt az alja. Megvan? Mindenki fókuszáljon erre a kockára, nézze meg, és azonosítsa be, hogy oké, akkor ez egy kocka, és utána vigye fel a tekintetét erre a felső kockára. És akkor úgy fogjuk, ha minden jól megy, ahogy a várakozásaim azok tökéletesek, akkor ilyenkor, hogyha innen visszük át a tekintetünket erre a kockára, akkor határozottan másképpen fogjuk érzékelni a kockát, mint ahogy az előbb tettük. Tehát az, hogy hogyan érzékeljük ugyanazt a kockát, azt segíteni fogja az egyik vagy a másik kontextus. Tehát itt
azt mutatja ez, hogy amikor dolgozunk azon, hogy értelmezzük, akkor felhasználunk minden lehetséges információt, és attól függ, hogy hogyan értelmezzük ezt a képet, hogy a kontextuális információ az hogy fog kinézni. Hogyha csak így magában hagynám ezt a kockát, és valaki nézegetni, akkor érdekes módon az érzéklet az spontán módon ugrálna az egyik és a másik érzékelés között. És ami szép az egészben az, hogy az egésznek létezik, tehát hogy az ember az idegsejtek szintjén megnézi azt, hogy ez hogy néz ki, akkor ott is tükröződik ez a kétféle értelmezés. És én azt hiszem, hogy ezen a ponton meg is állnék, mert nagyjából ez az idő, ami nekem adatott. Igen, úgyhogy most már most is lehet kérdezni. Én azt kérdezem, hogy hogyan kapcsolódik ez a kutatásaidhoz? Ez egy belemenősebb kérdés, mert alapvetően arról van szó, hogy amikor azt kérdezzük meg, hogy a neuronok hogyan tudják ezt megcsinálni, akkor ezt most csak egy percben megpróbálom elmondani. Tehát a normál esetben az ember azt gondolja, hogy a neuronok azok, amik az idegsejtekben vannak, azok különböző térrészekre érzékenyek, és azok különböző válaszokat fognak adni, hogyha látnak egy bonyolult képet. És alapvetően azt tudja megcsinálni az ember, hogy megnézi azt, hogy azok a neurális szavak, amiket ezek az idegsejtek adnak, most a neurális szavakat az úgy képzeljük el, hogy ilyen 0-1 sorozatok, és ez az egyik idegsejtnek, amit mond egy adott időben, itt ez, amit a másik idegsejt ad egy adott időben. És hogyha sok idegsejtet mérek egyszerre, akkor azt látom, hogy vannak ilyen 0-1 szavak. Oké? Tehát azt mondom, hogy egy adott időpillanatban ezt a szót mondja az egész hálózat, a következő pillanatban ezt a szót mondja az egész hálózat. És aztán meg tudom nézni azt, hogy ha egy mennyit megmutatok egy mozit, mondjuk a Matrixnak a trailerét véletlenül, vagy éppen kihúzom a tévét, amit előtte felkínáltam neki, és megnézem azt, hogy egyik és másik alkalommal milyen fajta szavakat mondanak a sejtek, tehát itt most fehérrel és feketével jelölöm a nullát és az egyet. És megnézem azt, hogy hogyan viszonyulnak egymáshoz. És a döbbenetes az, hogy normálisan azt várná az ember, hogyha kihúzom a tévét, akkor ez nagyon különböző lesz a vizuális kérekben, hiszen a vizuális kérek az azzal foglalkozik, hogy mi van a külvilágban. És ehhez képest a döbbenetes dolog az, hogy pont amiatt, hogy az idegrendszer fenntart egy belső modellt a világról, valójában az történik, hogy ezeknek 0-1 sorozatnak, ezeknek a szavaknak, amiket az idegsejtek populációja az köpköd magából, az eloszlás az pontosan ugyanúgy fog kinézni akkor, hogyha mozit néz, vagy hogyha éppen tök sötét szobában ül. És ennél ez most csak egy ilyen melbevágó élmény, amit így meg lehet villantani. Tehát, hogyha megnézni, hogy az adott mintázatokat, tehát hogyha 0-0, meg 0-0-0-1 és egyéb hasonló, ezeknek a mintázatoknak a gyakorosságát ábrázolja két különböző helyzetben, amikor képeket nézeket, meg amikor sötétben van. És itt ugye ez volna az, hogy tök ugyanolyan frekvenciával jelenik meg, mondjuk ez, hogy ezen a vonalon vannak pontok, akkor ugyanolyan frekvenciával jelenik meg ez a szó sötétben, meg világosban, és pontosan ez az, amit látunk egy állatnál. Tehát ezek a pöttyök, ezek nem mások, mint hogy milyen ezek a különböző szavak, és amit ez mutat ez az ábra, az az, hogy sötétben, amikor természetes mozikat néz, látszólag a szavaknak a gyakorisága tök ugyanaz. És ez lényegében beazonosítható azzal, hogy egy ilyenfajta belső modellt működtet az idegrendszer, és azt hiszem, hogy ezzel tudok válaszolni legrövidebben a kérdésed. Köszönöm. Szerintem most legyen az, hogy a Zoli, Somogyvári Zoli elmondja azt, hogy hogyan kommunikálnak ezek az idegsejtek az agyban, hogy kicsit megértsük azt, amire most elkezdtél utalni, és akkor a végén közösen teszünk fel nektek kérdéseket, hogyha az úgy jó. Majdnem megijedtem, igazából meg is ijedtem, amikor kezdtünk volna előtte egy 10 perccel felhívtam őket, hogy hol vagytok, két agykutató. Hát itt parkoltunk a közelben, mondták ők, mindjárt jövünk, ugye jó irányba megyünk a templom felé. És az volt a landmark, amik beazonosítható volt csupán. Jó, persze, igen. Szóval...
Addig, amíg a Zoli elkészül, nyugodtan kérdezzetek a Gergőtől. Azt szeretném megkérdezni, hogy mennyire két irányú ez a dolog. Ha jól tudom, a mennyire segítségével de elképzelhetően az, hogy mondjuk 5-10 év múlva ülünk egy ilyen teremben, az előadónál van egy kis kütyű, és ha az előadó azt szeretné, hogy mi azt lássuk, hogy a kislánynak piros szeme van, és megnyom egy gombot, ismerve az agyunkban lejátszó mechanizmusokat, akkor mindenki pirosnak látja majd ezt a szemet. Vagy ez még nagyon sci-fi. Reméljük, hogy ez nem következik be, hogy ilyen szinten manipulálni tudjuk. Hogyha egy kicsit arra vonatkozik a kérdés, hogy ezek a modellek hogyan segítik hogy hogyan tudunk, tehát, hogy a mérésekből milyen fajta információt tudunk kinyerni, akkor nyilvánvalóan két irányú a visszacsatolás. Tehát arról van szó, hogy ezek, amikor azt mondjuk, hogy nem elég pusztán megérteni azt az aspektusát az idegsejtek működésének, hogy az információ az beérkezik az agyba, és ezt valamilyen módon hitelesen reprezentálja, hanem azt is meg kell érteni, hogy hogyan egyesíti ezt az információt azzal a belső elképzeléseinkkel, akkor ez ad útmutatást arra, hogy milyen jellegű méréseket kell csinálni, és hogyan milyen jellegű kódot kell találni az idegrendszerben. Például az, hogyha azt látjuk, hogy az idegsejtek azoknak a válaszai azok nem sztereotípikusak, tehát ugyanazt a képet mutatjuk többször egymás után, és mindig mást látunk, akkor az vajon miből ered, hogy azok rosszak az idegsejtek, vagy pedig abból ered, hogy valamilyen kontextusban értelmezi a képeket, és ez vezet be variabilitást. Tehát ebben segítenek az elméletek, mert meg tudjuk mondani azt, hogy milyen jellegű méréseket, milyen jellegű matekot kell számon kérni az agyon, amikor méréseket csinálunk. És a jövő, az mit hozhat? De a sci-fi filmekben, ez be van kapcsolva? Szóval ez a kérdésem, hogy a jövőben lesz-e olyan, hogy az ember úgy tanulhatja meg a dolgokat, például a nyelveket, vagy az egyes tudományokat, hogy így feltöltik az agyába. Elképzelhetőnek tartja. Hát most itt egyáltalán nem beszéltünk a tanulásnak a mikéntjéről, de kétségtelen az, hogy valójában a tanulás és a memória az még az érzékeléshez képest is egy idősebb tudományág, tehát az 100 évre nyúlik vissza annak a kutatása, de ennek ellenére is viszonylag csekély mennyiségű tudunk róla. De kétségtelen az, hogy azáltal, hogyha megértjük azt, hogy a tanulási mechanizmusok és a memória az hogyan működik, az segít ahhoz, hogy értelmesebben kialakítsuk azt, hogy hogyan kell egyáltalán tanulni. Az, hogy valaki feltöltsön egy nyelvet, arra nem számítanék, de az, hogy hozzájutunk ahhoz, hogy megértsük, hogy hogyan lehet hatékonyabban tanulni, mi az, ami befolyásolja azt, hogy valamiket elfelejtünk, és mi az, amit nem. Tehát a memória kapcsán az egy ilyen látens tünete a társadalomnak, hogy vannak, akik nagyon-nagyon jól tudnak memorizálni dolgokat, vannak, akik kevésbé jól tudnak memorizálni, akik kevésbé tudnak jól memorizálni, azok csöndben maradnak erről. De ez egész biztos, hogy ha jobb megértésünk volna a memóriáról, akkor tudnánk segíteni azokat, akiknek alapvetően ez egy sokkal nehezebben működő dolog. Csak hogy legyünk egyenesek. De én például a memóriában elég rossz vagyok, tehát hogy akkor elkezdődik is megkérdezni. Akkor sikerült Zolinak bebűvölni a rendszert, és akkor lehet, hogy... Meg is kell ezt csinálni. Kedves. Üdvözlöm a hallgatóságot. Én azt hiszem, egy sokkal töredékesebb történetnek a mozaik kockáit fogom felvillantani, mert amikor megkérdezzük, hogy ezek a magas szintű műveletek, amiket a Gergő elmondott, hogy létrehozzuk az idegrendszerünkben a világnak a modelljét, és utána a bejövő információkat ezzel
integráljuk, és ez alapján döntünk, ugye ezek valahogyan az idegsejtekben zajlanak ezek a folyamatok, és azt hiszem, itt jóval kisebb a megértésünk, hogy pontosan hogyan beszélik ezt meg odabent az agyunkban az idegsejtek, ezeket a folyamatokat, amiknek ezek a magas szintű számítások lesznek az eredményei. Na hát nézzük, hogy akkor miről is beszélgetnek az idegsejtek az agyban. Ehhez az eszközünk az elektromosság mérése az agyban. Nem szokták elmondani, de érdekes módon az elektromosság felfedezése és tulajdonképpen az idegrendszeri elektromosság felfedezése az egybeesett. Mert Galvaninak, amikor a békacombok elkezdtek ugrálni, akkor nem csak az elektromosság a villámlásra, akkor nem csak az elektromosságot fedezte fel, hiszen azért mozdultak meg azok a békacombok az elektromos impulzusokra, amik a villámokból jöttek, mert az idegrendszer használja az elektromos impulzusokat arra, hogy megmozdítsa vele az izmainkat. Innen elég nagy ugrás, amíg Hans Berger felfedezte az EEG-t, az elektroenkefalográfiát. Tulajdonképpen az történt vele, hogy katona volt, ha jól emlékszem, a francia-porosz háborúkban egy menetoszlop mellett lovagolt, mikor a lova megijedt valamitől és levetette őt, és oda egy ilyen sok ökör vontatta ágyútalp elé esett, aminek több tonna volt a súlya, és egy pár pillanatig úgy nézett ki, hogy ez volt élete utolsó pillanata, és utána aznap kapott egy táviratot a nővérétől, hogy az volt az érzésem, hogy valami rossz történt veled, minden rendben van-e. És akkor elkönyvelte, hogy bizonyára létezik a telepátia, és amikor leszerelt a seregből, akkor elkezdte kutatni, hogy vajon tényleg, és mi lehet az alapja. És hát ugye látjuk a dátumot, 1924, tehát ebben a korban fedezték fel az elektromos hullámokat, Marconi átküldte az első rádióhullámokat az Atlanti-óceánon, szóval természetes volt a feltételezés, hogy az elektromos hullámokban keresi ennek a lehetőségét, ezért aztán a pácienseknek a fejére elektródákat rögzített, és szerkesztett egy kis szerkezetet, amivel kirajzolta a mért elektromos jeleket. És amiket látott, azok még ma is megállják a helyüket, íme az első regisztráció a hírneves alfa ritmusról, ami egy ilyen 10 másodpercenként 10 periódust vető hullám a nagy általában itt a nyakszirti lebenyünk fölött, ami akkor jelenik meg, ha becsukjuk a szemünket és nyugodtak vagyunk. Ez pedig az első regisztráció egy epilepsziás rohamról, amikor ezt a kicsit ilyen össze-vissza normális aktivitást, egyszer csak egy nagyon-nagyon amplitudójú és nagyon szabályos elektromos oszcilláció váltja fel az agyunkban. Szóval a telepátiát, illetve gondolatátvitel talán nem találta meg, de felfedezte az elektroenkefalográfiát, amit mind a mai napig használnak az orvosi gyakorlatban, és a különböző jellegzetes hullámalakok egyértelműen jellemzők az agyunknak az éberségi szintjére. Többnyire akkor lesznek nagyobbak és lassabbak a hullámok, ha mélyen alszunk, és amikor pedig információt dolgozunk fel aktívan, akkor magasabb frekvencia, kisebb amplitudó és ilyen kicsit véletlenszerűbb jelalak jelenik meg. De hát ugye ez nem egészen az, amit szeretnénk, hogy az információfeldolgozásnak az alapjait értsük meg. Ahhoz, hogy ebben tovább tudjunk lépni, egy kicsit beljebb kell néznünk az agyba, és megértenünk, hogy miért is elektromos az agy. Ha egy mikroszkóppal belenézünk az agyba, akkor idegsejteknek és az ő nyúlványaiknak sűrű szövedékét látjuk. Olyan sűrű, hogy igazából alig van hely mellette, a 90%-át kitöltik a sejtek az agy térfogatának. Egy idegsejt ezen a csodálatos nyúlványrendszerén átlagosan 15 000 másik idegsejtől kap bemenetet. Van néhány rekorder, pont akik a képen vannak, az úgynevezett kisagy nevű régiónak a purkinyes sejtjei, amiknél akár 500 000 másik idegsejtől gyűjtik össze a bemenetet.
Őszintén szóval én nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy mi az a számítás, amit ez az idegsejt végez, amihez ő tényleg felhasználja az 500 ezer szomszédjának a bemenetét, de úgy tűnik mégis ez történik odabent. Ebből azt is látszik, hogyha összehasonlítjuk az agyat és egy mai számítógépet, akkor az agy, az idegsejtek, azok olyan 100 impulzust, 100, maximum 200 impulzust tudnak egy másodperc alatt létrehozni. 100-200 herccel tudnak tüzelni. A mai kompjúterünk az mennyit tud? Mi az órajele ma egy jó számítógépnek? Mennyi? Pár gigahertz, így van. Hát a giga az mennyi? Ugye kiló az 1000, mega az millió, a giga az milliárd, tehát 1000 millió, pár gigahertz, ez pedig pár száz hertz. Tehát ott 9-0 szerepel benne, itt pedig 2-0. Azaz azt jelenti, hogy a 10 milliószor gyorsabb a számítógépünknek a CPU-ja, mint az agyunk, mint az agyunknak az idegsejtjei. Miért nem sokkal okosabbak a számítógépek? Hát azt kell, hogy mondjam, a válasz valahol ott található, hogy az idegsejt, a számítógépünknek a logikai kapui és tranzisztorai, azok átlagosan kettő másiktól kapnak bemenetet, az idegsejtjeink pedig ugyan lassúak, de rengeteg kapcsolattal rendelkeznek ezzel a 15 ezer bemenettel átlagosan. Tehát valahol az agy ereje a kapcsolatokban van. Hogy néz ki egy ilyen kapcsolat közelről nézve? Ha kinagyítjuk, ahol két idegsejt összeér és kommunikál egymással, akkor érkezik az egyiknek a kimeneti nyúlványa, amit axonnak, azaz latin szóval tengelynek hívunk, sejtengelynek hívunk, és ezt a fát pedig egy görög szóval, mert fát jelent, dendritnek nevezzük, amin ő összegyűjti ezeket az impulzusokat, a bemeneti impulzusokat. Ha közelről megnézzük, az történik, hogy az adó nyúlványon elektromos impulzusok érkeznek, amik itt kicsi ilyen zsírcseppekbe csomagolt, lipid gömböcskékbe csomagolt ingedületet átvívő anyagokkal bombázzák a fogadó idegsejtet, ahol az ioncsatornákat nyit ki, és az ioncsatornákon átáramló ionok keltenek egy icipici kis elektromos impulzust, ami szétterjed a fogadó idegsejtnek a sejtmembránján. Méghozzá a szétterjedés az azt is jelenti, hogy a fogadó idegsejt ezeket a nyúlványain terjedő impulzusokat összegyűjti, és itt a sejttestnél, ami a sejtmagot is tartalmazza, van egy pont, itt van szépen kirajzolva, ami az axonnak a kezdete, ahol eldönti, van egy küszöb, eldönti az idegsejt, hogy az összes összegyűjtött pillanatnyi ingerület az elegendő-e ahhoz, hogy átlépje az ősz küszöbét, és akkor ő is elindítja a kimeneti impulzusát, és jelez az őt hallgató sejteknek, vagy pedig nem volt elég a bemenet, és csöndbe marad az idegsejt. Na hát, ezek az impulzusok, amiket könnyen tudunk az idegsejtekben, idegsejtek környékén mérni, ezeket az elektromos impulzusokat, amikor ilyen kimeneti impulzust küld az idegsejt. Az érdekes az, hogy minden idegsejt ezt a pici-pici döntést hozza létre. Mindegyik eldönti, hogy az adott pillanatban elég bemenetet gyűjtötte össze, hogy kimenetet produkáljon vagy sem. És ezekből a kis mikro döntésekből áll össze minden magas szintű gondolkodásunk és döntési folyamatunk, amiket úgy ismerünk, mint az emberi gondolkodás. Ha ezek után megpróbáljuk megmérni ezeket az impulzusokat, akkor azt látjuk, hogy az idegsejt közelébe esetleg bele szúrva elektródát, egy ilyen tüskeszerű impulzus szalad végig a nyúlványain az idegsejtnek. Ezzel a technikával jól lehet egy idegsejtnek az aktivitását követni,
De az nem elég ahhoz, hogy közelebb kerüljünk az idegsejt, az egész idegrendszer működéséhez. Ha elektródákat rakunk egy ember fejére, akkor ugye, vagy éppen egy mágneses magnetoenkefalográfba egy ilyen szupravezető mágneses érzékelőbe rakjuk, akkor már sokkal az egész agyban, agy környékén lehet mérni az elektromos és mágneses jeleket, de ezzel meg az a baj, hogy sok millió, egy-egy ilyen elektróda sok millió idegsejt kiátlagolt aktivitását méri, ami megint nem sokat mond arról, hogy milyen szavakat mondanak ott azok az idegsejtek. Talán a leghatékonyabb módszer, amivel közelebb kerülhetünk az idegsejteknek a beszédéhez, ez a mikroelektróda rendszerek, amik az egész rendszer mondjuk egy milliméter, pár milliméter, egy-két milliméter, itt egy két milliméteres ilyen méret arányjelző vonalka. Szóval az egész az egy pár milliméteres tartományban van, és mi lehetőleg oda zsúfolunk minél több kis kontaktust, ahol tudják ezek a kis elektródák mérni az idegsejtek az aktivitását, és ezekkel több száz ponton mérve az elektromos jelet egy pár milliméteres tartományban már a környéken lévő idegsejteknek a aktivitása követhető. Itt láthatok egy ilyen regisztrációt, ez most csak egy 16 csatorna látszik, 16 elektróda, és ez megfelelő szűrés után az látszik, hogy ezek a tüskék az adatsorokon, ezek az egyedi idegsejteknek a megszólalásai. Feltűnhet, ha megnézi valaki, hogy vannak egymáshoz nagyon hasonló tüskék, és vannak különböző tüskék. Sokszor még egy adott csatornán is látszik két különböző tüske. Ha ezt ügyesen, megfelelő matematikai elemzéssel kihasználjuk, és megpróbáljuk azonosítani az egymáshoz hasonló tüskéket, és elkülöníteni az egymástól különböző tüskéket, akkor eljutunk oda, hogy amiket itt a színek jeleznek, hogy azonosítottuk azt, hogy mikor szólalt meg egy idegsejt, mikor küldött ő egy kimeneti impulzust. Itt látszik például, hogy a sárga körrel jelölt sejt, az itt három impulzust, itt pedig egyet produkált, a zöld az itt egyet és itt kettőt, és itt tovább a piros csak egyszer szólalt meg. Tehát kaptunk néhány idegsejtet a környékről, jó esetben esetleg pár százat, amiknek viszont már egyesével tudtuk követni a kimeneti impulzusait. Ezek után végezhetünk ilyen kísérleteket, hogy különböző dolgokat mutatunk a kísérleti állatnak vagy az embernek, és megnézzük, hogy mire szeretnek megszólalni az idegsejtek. És ebből azért valami általános képünk kialakul, hogy hogyan folyik az információ feldolgozás az agyban. Például itt hátul a nyakszirti lebenyen van a egyes vizuális központ, azaz az elsődleges látóközpont az agyban. Ha itt vizsgáljuk az idegsejtek válaszait, akkor azt látjuk, hogy minden idegsejtnek van egy kedvenc helye a látómezőben, és minden idegsejt egy kedvenc irányra szeret válaszolni, hogyha egy olyan irányú él, fényes vonal feltűnik az ő látómezejében. Nyilván ezek azok az alapvető építőkövek, amiből egy látvány felépül. Innen két irányba indul az információ az agyban nagyjából. Ez a HT, azaz fölfelé menő információs áramlás, az a dolgok térbeli helyzetével kezd el foglalkozni. Hol vagyok én, és hol vannak hozzám képest a szék, az asztal, a kezem, hogyan fogom tudni oda mozdítani. Ez a halántéki lebenyben folyó információ áramlás pedig az a dolgokat azonosítani próbálja, méghozzá egyre bonyolultabb dolgokat. Kezdetben csak mondjuk textúrákat, felületeket próbál azonosítani, később pedig tárgyakat, élőlényeket, még később pedig arcokat, egyes személyeket, sőt egyes élethelyzeteket, komplex memória emlékeket.
Például íme arról a területről egy idegsejtnek az aktivitása, amelyről azt gondoljuk itt a temporális kérekben, hogy ez az agyterület felelős az egyes embereknek az azonosításáért. A kis vonalkák pöttyök, azok hat különböző, az adott stimulus hat különböző bemutatására adott idegsejt válaszok, ezek a kis grafikonok alatt az összesített válaszát mutatják a sejtnek, fönt pedig a stimulusokat látjuk. Ugye nem kell mondani, hogy megjelennek itt híres személyek, itt például Luke Skywalker vagy Leonardo DiCaprio képét mutatjuk különböző helyzetekben. Ezek a kis szőrök itt azt mutatják, amikor a hanghullámokat, amikor kimondtuk a nevét annak a szereplőnek vagy színésznek, a fekete négyzetekben pedig megjelent leírva a neve annak a színésznek. És hát azt látjuk, hogy ez az idegsejt nem nagyon szeret senkire válaszolni, kivétel Luke Skywalker, akit viszont felismer különböző helyzetekben, sőt felismeri, amikor a nevét látja leírva, vagy amikor hallja kimondva a nevét. Tehát ő Luke Skywalker sejt lenne, de, és ezt is írták azok a kutatók, akik ezt így megjelentették, de az élelmesebb szemlélő észreveheti, hogy ez a sejt bizony Yoda mesterre is reagált, tehát ez inkább egy Jedi sejt, nem pedig egy Luke Skywalker sejt volt az ő kísérletükben. Van az egy hippokampusz nevű ősi agyterület, ahol olyan sejteket találtak, amik a fizikai teret reprezentálják. Hogyan? A kísérlet itt úgy néz ki, hogy szintén beültetnek elektródákat a kísérleti patkánynak a hippokampuszába, és egy kamera figyeli fölülről a patkány mozgását, és miközben rögzítik az idegsejteknek az aktivitását. És utána felrajzoljuk, hogy az adott környezetben hol milyen aktív volt az az idegsejt. Tehát hol volt a patkány, amikor az az idegsejt aktív volt. Ebből egy ilyen színkódolt frekvencia térkép áll elő, és hát kiderül, hogy ez az idegsejt bizony ezen akkor volt aktív, amikor a patkány a környezetének egy bizonyos pontján volt, és máskor csöndbe volt. Tehát őt, ezeket a sejteket a hippokampuszban helysejteknek nevezték el, mert látszólag, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy a helyet reprezentálják. Ha több sejtet fogunk a hippokampuszból, akkor több különböző helyet fognak megmutatni. Íme a hippokampusz a patkány agyában. Jó, nála ez egy jó nagy agyterület, jelentős részét foglalja el az agyának. Az emberi agyban jó mélyre begyűrődött, ahogy a nagy agykéreg fejlődött, itt villogna a kétoldali hippokampusz, és meglepő módon az emberi agyban ez a hely az epizódikus memóriának a központja. Hogy mit is jelent ez? Látta valaki az 51. randim című filmet? Többnyire bólogatnak. Hogy ugye, miről szólt? Mi volt a lényege a filmnek? Nem képződtek új, volt egy autóba lesete, és onnantól kezdve nem képződtek új memória nyomok ilyen módon az agyában, és hát minden nap be kellett neki újra mutatkozni, ezért 51. randi, mert a srácnak minden nap meg kellett újra hódítani a lányt. Ez egy valódi jelenséget mutat be. A szakirodalomban egy HN-nek rövidített páciens volt ennek sokáig a híres példája, nemrég halt meg, most már lehet tudni a nevét is, hogy Henry Molaisonnak hívták, akinek megműtötték súlyos epilepsziája miatt mindkét hippokampuszát, és ugyanez történt, hogy minden nap újra kezdődött neki, a régi emlékeket nem felejtette el, de az ápolójának 40 éven keresztül minden nap bemutatkozott. Ez nem azt jelenti egyébként, hogy nem tudott semmit megtanulni, mert például meg tudott tanulni pingpongozni. Csak nem tudta, hogy tud pingpongozni. Tehát egyfajta memória funkciója sérült, amit úgy hívunk, hogy epizódikus memória. Ami nagyon fontos abban, hogy az
például az életrajzi emlékeinket, hogy ott voltam, amikor valaki mondott nekem valamit, és közben egy kávét ittunk, hogy ezeket a fajta emlékeket eltároljuk, és ezek azért is különösen fontosak, mert ezekből az emlékekből, főleg gyerekkorban születik meg az úgynevezett szemantikus memória, ami az absztrakt tudást is reprezentálja, hogy tudom, hogy ez egy asztal, az meg két szék, mert gyerekkoromban volt egy ilyen helyzet, amikor arra azt mondták, hogy egy szék, több másik különböző dologra is azt mondták, hogy szék, és ebből kiabstraháltam, kivontam azt az információt, hogy mi is a széknek a definíciója. Oké, de így idegsejti szinten hogy működik az, hogy az ember elraktározza az információt? Az idegsejteknek tulajdonképpen, amennyire ma tudjuk, a kapcsolatai változnak meg, amikor tanulnak. Tehát a két idegsejt közötti, az idegsejt tulajdonképpen abból a lehetség 15 ezer bemenetéből kiválogatja azokat, akiket ő meg akar tanulni, akiket ő reprezentálni akar, és velük erősebb kapcsolatot alakít ki, a többiekkel meg esetleg gyengébbet. Így jön létre az, hogy egyes idegsejt, tehát ezek most a helysejteknek az aktivitását mutatják megint a környezetbe, csak most négy helysejtet, mindegyik egy másik helyért felelős a patkány környezetében. Egy agyterülettel később a helysejteket a 70-es években fedezték fel, viszonylag régen. 2005-ben egy agyterülettel odébb, abban az agyterületben entorinális kéregnek hívják, ami a hipokampusznak a bemenetét adja, egészen érdekes kódolást fedeztek fel. Ez az ábra megint csak azt mutatja, hogy a szürke vonalak mentén rohangált a patkány körbe a környezetében. A patkányok egyébként nem szeretnek körbe rohangálni a környezetbe, ezért kis csoki darabokat kell nekik dobálni, hogy tényleg rohangáljanak. Amúgy így a fa mellett maradnak. De kis piros pöttyöt raktak oda, ahol aktív volt az a konkrét idegsejt, amit az elektróda megfigyelt. És ha megnézitek, a piros pöttyök nagy piros foltokba állnak össze, és ezek a piros foltok, mintha szabályos rendben helyezkednének el. Ha megint aktivitás térképet csinálunk róla, akkor az derül ki, hogy ez az idegsejt valami nagyon furcsát csinált, akkor volt aktív, amikor a patkány egy szabályos háromszög rácsnak a csúcspontjaiban volt a térben. Tehát ide az asztalra képzeljetek el egy ilyen háromszögben lerakott foltokat, és ami rohangált a patkány, mindig amikor az egyik foltra rálépett, akkor jelzett az idegsejt. Ráadásul, ha ezen az agyterületen végigmentek, egymás mellett olyan sejteket találtak, amik ugyanolyan rácsot produkáltak, csak ezek a rácsok egy egymáshoz képest kicsit el voltak tolva, ha pedig mentek végig egy hosszúkás agyterületen, akkor egyre nagyobb térbeli periódusú rácsokat láttak. Azt gondoljuk, hogy ez a kód tulajdonképpen az a rendszer, ami követi a saját mozgásunkat. Ezeknek a rácsoknak egymáshoz képesti eltolódásával mérjük a mozgásunkat, hogy mekkora utat tettünk meg, és ezzel követjük, tehát ugye kétféleképpen tudjuk a helyünket meghatározni. Egyrészt úgy, hogy ismerjük a templomtornyot, mint amit Veronika említett, és akkor látjuk, hogy ahhoz képest hol vagyunk, vagy egy ismeretlen helyen mozgunk, nincs templomtorony, amihez tudjuk mérni a helyzetünket, akkor tudjuk, honnan indultunk el, és körülbelül követjük fejben, hogy milyen irányba mennyit mozogtunk el. Na ez az a rendszer úgy tűnik, ami ezért felelős. Azért az, hogy ezt így csinálja az agyunk, ezen mindenki meglepődött, én viszont most engem, és annyira meglepődött, hogy rögtön odaítélték érte a 2014-ben a orvosi Nobel-díjat Edward és Maybrit Mosernek, aki azon kevés házaspár közé tartozik, akik együtt Nobel-díjat kaptak. És John O'Keefe-nek, aki pedig a helysejteket felfedezte. Külön felhívnám az átadási ceremónián Maybrit Moser ruhájára a figyelmet, ami neuronokkal volt díszítve, idegsejtekkel volt díszítve. És ha pedig a kimeneti oldalon vagyunk, akkor itt az agy
központi részében van egy csík, amit elsődleges motoros kéregnek hívunk. Ez az elsődleges kimenete az agynak. Itt az idegsejtek szintén különböző irányokat szeretnek, csak hogy ezek az irányok most azt mutatják, hogy merrefele szeretném mozgatni a kezemet. Ez most éppen azt hiszem itt egy majom, aki szeretné mozgatni a kezét. Minden egyes idegsejtnek van egy kedvenc iránya, és az idegsejtek együttes aktivitásából kiadódik az az irány, amerre éppen mozgatni szeretném a kezem. És itt egy korai kísérlet, amikor a majom motoros kérgébe ültetett elektróda alapján, ha azt megfelelően dekódoljuk, akkor egy robotkezet lehetett mozgatni, annyira, hogy ezzel a majom meg tudta enni a banánt. Sőt, ugye ezt már meg lehetett csinálni emberekkel is, akik lebénultak, és a agyukba ültetett elektróda rendszer alapján az motoros kérgében lévő idegsejteknek az aktivitásának a dekódolásával egy robotkezet mozgatnak, amivel éppen egy csokit eszik a páciens. Ennek a leglátványosabb demonstrációja, nem tudom, valaki követte, azt hiszem a 2014-es brazíliai futballvilágbajnokságon volt, amikor a kezdő rugáshoz egy olyan ember sétált ki, aki nyaktól lefelé béna volt, és úgy sétált ki, hogy az elektródákkal az agyában mozgatta azt az exoskeletont, ilyen külső motoros vázat, amivel ő járni tudott. Kiment és elvégezte a kezdőrugást egy ilyen rendszerrel. Persze azért a rendszerek még nem működnek tökéletesen, naponta újra kell tanulnia sokszor a sejteket értelmező rendszernek, mert az agyszövet mozog, minden nap pulzál egy kicsit, minden nap új sejteket lát a rendszer, amiket újra fel kell térképezni, szóval azért még nem tökéletes a rendszer. Ez itt egy egyszerűbb kiadást mutat ki, amikor egy karját elvesztett veterán katonának a lefutó ideg végződéseinek az aktivitásából nyeri ki azt az információt, amivel ő a robotkezet tudja mozgatni. Szóval ezek voltak most kis színes mozaikok arról, hogy mit tudunk arról, hogy hol mi történik, hol miről beszélnek az idegsejtek az agyból. A kép messze nem teljes. Számtalan régiója van az agynak, amit nem említettem. Például a frontális régió, ahol figyelmi folyamatok, memória folyamatok, akár a szociális viszonyoknak az értékelése zajlik, még többnyire általunk ismeretlen módon. Hogy mi hol tudunk ehhez hozzájárulni a matematikai elemzésekkel, arra mutatnék most a végén egy példát. Ez egy ilyen kísérlet, amikor a patkány hipokampuszába egy soklábú 256 csatornát tartalmazó elektróda rendszert ültettek, és ez mérte a hipokampuszban vagy 100 sejtnek az aktivitását, és az elektromos jelet végig az egész hipokampusz keresztmetszetében, ez körülbelül egy ilyen 2 mm x 2 mm-es kis régió, ilyen mákos bájglinak néz ki, hogy a hipokampusz keresztmetszete, és a különböző különböző rétegekben mértük az elektromos aktivitást, és a matematikai elemzések azt tették lehetővé, ami a mi célunk volt ebben a kutatásban, hogy ne csak az idegsejtnek a kimenetét lássuk, mint az összes eddigiben, amit mutattam, amikor az idegsejtek valami kimeneti impulzust küldenek, hanem szeretnénk megmutatni az idegsejteknek a bemenetét. Nem a 15.000 egyesével, de azt igen, hogy az a 15.000 bemenet hogyan áll össze egy téridő elektromos hullámmá, ami végül eléri az idegsejtnek a küszöbét, és az idegsejt egy kimenetet ad. És itt az első olyan demonstrációt látjátok, amikor
ugyanaz az idegsejt ebben a filmkocka ezen pontján ad egy kimeneti impulzust, ez a vörös kis vonalka mutatja itt a kimeneti impulzust, és meg tudtuk mutatni, hogy két különböző agyi állapotban, amikor a patkány szalad és gyűjti az információt ilyen futópályán, amin kísérleteztek vele, vagy amikor megáll és gondolkodik egy kicsit és eltárolja ezeket az információkat, akkor ugyanazt az idegsejtet másik rétegben érkező bemenet aktiválja, és ha ezt összevetjük az anatómiával, akkor tudjuk, hogy melyik rétegben, melyik másik agyterületről érkezik a bemenet, és ilyen módon talán egy kicsit közelebb kerülhetünk ahhoz, hogy mi az a bizonyos kis mikrodöntés, amit az idegsejt meghoz, mert az egy input-output transformáció, összegyűjti a bemeneteket, és eldönti, hogy ad-e kimenetet. És hát anélkül, hogy ugye ami jelenleg a helyzet, hogy nincsen olyan mérési technikánk, ami ezzel a felbontással, időbeli és térbeli felbontással meg tudná mondani, hogy mi volt a bemenet, anélkül elég nehéz megérteni ezt a bemenet-kimenet transformációt. Na ez volt a mi célunk és feladatunk itt, hogy láthatóvá tegyük az idegsejtnek a bemenetét. Mutatok erről egy videót. Újra kellett indítani a gépet, úgyhogy még nincs kéznél, de rögtön meg lesz. Na, itt látjátok a hippokampuszt, most viszont időben, ahogy az elektromos aktivitás változik, és most látjátok, hogy ez a sárgulás az a bemeneti aktivitás, az ebben a rétegben érkezett, kiváltotta ott az idegsejtnek a válaszát, aktivitását, majd elmúlt, és cserébe visz, igen, körülbelül ennyi látszik rajta, nem sokkal több. Viszont, hogyha megmutatom ide, megmutatom ugyanennek az idegsejtnek a az aktivitását, amikor éppen szaladta a patkány, ez az az állapot volt, amikor éppen gondolkozott, akkor mindjárt láthatóvá válik, hogy most itt lent érkezik a bemenet, ki fogja váltani ugyanott az idegsejtnek a kimenő jelét, és speciál ez egy gátlósejt volt, ami itt egy széles sávon kékké tette az idegsejteknek a terét. Az idegsejteknek egyébként a sejtestje itt egyetlen rétegben összpontosul ebben a sötétebb vonallal rajzolt rétegben. Szóval legátolta ezeket az idegsejteket, mert ez egy gátló idegsejt volt. Na, hát azt hiszem, elhasználtam az időmet. Kérdés, hogy kerekjük vissza oda. Az előadáshoz kötődik, de kérem, hogyha tudtok, válaszoljatok rá. Mi adja, mi biztosítja a tudatosságot, hogyan vagyunk tudatában önmagunknak, milyen mechanizmusok biztosítják ezt? Válasz az előadáshoz. Nagyon jó kérdés. Ez a kérdés kiváló. Alapvetően a kérdés az egy sok kemény kérdés, hogy igazából nehéz azokat a kísérleteket megtervezni, amik jó választ adnak ezekre az ilyen jellegű kérdésekre. És noha az egy alapvető cél, hogy erre a kérdésre is tudjunk választ adni, de mégis igaz az, hogy jelenleg inkább spekuláció van erre vonatkozólag, mint kézzelfogható bizonyíték. Tehát én magam nehezen
Tehát azt látom, hogy, a tudomány jelenlegi állása szerint van egy jó rakás, nagyon-nagyon-nagyon izgalmas kísérlet, amit lehet tervezni, egy csomó izgalmas hipotézis, amit lehet tesztelni, egy csomó olyan dolog, amivel közelebb lehet tudni ahhoz, hogy konkrétan társadalmi problémákra tudjunk válaszolni. A tudatosság kérdésében ott én nagyon-nagyon nehéz helyzetben volnék, hogy igazából nagyot tudjak mondani. Igen, azt hiszem, teljesen egyetértek Gergővel. Spekulációink vannak. Tehát nyilván a tudatosságnak egy fontos eleme az, hogy az agy követi saját magát. A tudatosság valószínűleg nem egy dolog, és nem bináris dolog. Különböző szintjei lehetnek, hiszen már azt is tudatosságnak hívjuk, hogy az állatokban, amikor önmagát felismeri a tükörben, tehát amikor a saját testünkről rendelkezünk információval, hogy és tudjuk, hogy ez hozzánk tartozik. Egy másik szintje, amikor a saját gondolatainkról rendelkezünk információval, mint a cselekvéseink motivációi, és így tovább. De hogy ez az önreflexió az agyban hol és hogyan jön létre, erről azt hiszem egyelőre nagyon keveset tudunk. Azt tudjuk, hogy néha elromlik. Tehát, és tulajdonképpen ezek a pontok, ahol ez a kutatás igazán, hogy mondjam, részt találhat ezen a problémán, mert például a skizofrénia során tudjuk, hogy elromlik néha ez a bizonyos tudás, hogy mi vagyunk az aktívak, és például kimérték, hogy amikor egy skizofrén betegnek halucinációi vannak, akkor rezegnek a hangszálai. Tehát, hogy az agy maga ad ki akciókat, amik mondjuk, hogy hangot generálnak, ha nem is halljuk, de nem tudja, hogy az ő, és úgy értelmezi, hogy az a kívülről érkező bemenet. Itt elromlott a tudatossága. Köszönjük Lászlónak a kérdést, és tovább. Azt kérdezem meg, hogy miért ez az utolsó terület, amit felfedezünk, miért ilyen betézmények? Az evolúciónak a csúcs terméke. És sokat dolgozott az élővilág is azon, hogy ez létrejöjjön, és ilyen módon tehát nekünk azt a néhány millió, néhány százmillió évet kell visszafejteni itt, hogy miért úgy old meg feladatokat, ahogy megold. Azért is nehéz, mert tehát ez az agy az, ami kontrollálja azokat a kognitív képességeket, amitől mi magunk embernek tartjuk magunkat. És hogyha megnézzük azt, hogy azokat a kognitív képességeket hogyan tudjuk reprodukálni egy mesterséges rendszerben, egy mesterséges intelligenciában, akkor látszik az, hogy önmagában az is kihívás. Tehát amennyiben meg tudnánk fogalmazni, tehát itt a megértés az erről szól, hogy meg tudjuk fogalmazni egy matematikai eszközzel az, hogy mi is az, amit az agy az csinál, és amennyiben meg tudjuk ezt fogalmazni, akkor azt biztosan tudjuk reprodukálni is egy mesterséges ágensben. De jól látszik az, hogy akkor, hogyha azokat a képességeket meg akarjuk csinálni, akkor ott elég erős falakba ötközünk. Még akkor is, hogyha azt mondhatjuk, hogy jelenleg egy viszonylag izgalmas korban élünk, mert egy csomó olyan részképesség vagy képesség, amitől azt gondoltuk, hogy mindig 10 év távlatában van az hogy meg tudjuk oldani egy mesterséges rendszerrel, azokat mostanában leküzdjük ezeket az akadályokat, mint például egy híres darab a Go világbajnokot néhány évvel ezelőtt, egy vagy két évvel ezelőtt verte le egy mesterséges rendszer először a történelem folyamán. Igen, a lényeg igazán, hogy valószínűleg igazodott, hogy túl módszerű, azok a módszerek, most már van előjöttek, amiket
tudtok használni, mint kutatók? Tehát a, mivel hogy mi elméleti munkával foglalkozunk, tehát mi elméleti eszközöket fejlesztünk, és azokat használunk, ezért nekünk két oldalról fontosak a fejlesztések. Az egyik oldalon az van, hogy azok az eszközök, amiket mesterséges intelligenciában használunk, azok jó inspirációt és jó eszközöket adnak ahhoz, hogy ezeket az eszközöket fejlesszük, hogy amikkel jóslatokat tudunk tenni egyáltalán arra vonatkozóan, hogy mit kéne várni egy adott feladatban egy állattól vagy embertől. És másik oldalon pedig a kísérleti oldalon vannak fejlesztések, amik arról szólnak, hogy hogyan lehet sok idegsejtet hosszú időn keresztül regisztrálni, és ez alapján egyáltalán tárolni ezt az adatot, fölvenni ezt az adatot. Például az is, hogy karakterizálni lehessen egy állatnak a viselkedését. Mert ugye nagyon sokszor például a pszichológia is azon az egyszerűsítésen alapszik, hogy laboratóriumi körülmények között beviszik az embert egy olyan szituációba, ahol igen-nem válaszokat kell adnia gomnyomogatással. Nyilvánvalóan nem ez egy természetes viselkedés, és nem ez a kognitív kapacitásoknak a csúcspontja, hogy valaki gombokat bír nyomogatni. Az érdekes az, amikor az ember olyan feladatokat tud megoldani, mondjuk azt, hogy ha ránéz az ember egy downhill biciklistán, hogy milyen képet lát, amikor megy lefelé egy hegyoldalon, és hogy azt folyamatosan kontrollálja azt a biciklit egy 40 km-es sebesség mellett, az nyilvánvalóan nem laboratóriumi körülmény, és nyilvánvalóan ez az, amire úgymond az ember, mint faj, az büszke lehet, hogy ezt meg tudja csinálni. Vagy egy gepárd, vagy bárki, aki amikor egy ilyen bonyolult környezetben navigál és döntéseket tud hozni. Tehát az is, hogy ilyen viselkedéseket karakterizálni tudjuk, az is például ahhoz például szükséges, hogy legyenek olyan képfeldolgozó eszközök, amikkel karakterizálni lehet az, hogy éppen milyen fajta viselkedéseket folytat az állat. Tehát ezek mostanában tevődnek össze, ezek a fejlesztések mindenhol komolyan érintenek minket. Mi visz egyik, még Zoli, ez van hozzáfő. Igen, mert valóban, tehát nagyon az utóbbi években a kísérleti technológiák nagyon komoly fejlődésen mentek át, a lézeres, optikai, genetikai manipulációkkal egybekötött technikák, amikor aktivitásfüggő fehérjéket visznek be, aktivitásfüggően világító vagy foszforeszkáló fehérjéket, fluoreszkáló fehérjéket visznek be az idegsejtekbe, stb. Azért mi egy kicsit a matematikai elemzés eszközei is igyekszünk fejleszteni. Például amivel az egyik téma, amivel mostanában foglalkozunk, hogy a rengeteg, ugye egymással párhuzamosan rögzített idősor között mik az okozati irányított összefüggések, és hogy ezt ki lehet-e mutatni pusztán a idősorokból. Látjuk, hogy együtt mozognak, de vajon az A okozta a B-t, a B okozta az A-t, esetleg oda-vissza kapcsolat volt a kettő között, vagy egyik se, hanem mögöttük egy harmadik rejtett közös ok volt. Ebbe az irányba például dolgozunk, hogy ilyen matematikai módszereket fejlesztünk ki, amik válaszolnak ezekre a kérdésekre, tehát ugyanazokból a mérésekből több információt lehet kinyerni. Igen, a számítástudomány most nagy segítségetekre van. A BBC egyik tudományos műsorában hallottam néhány hetemente, hogy amik eddig a biológia könyvekbe bekerültek az agyról, azok nagyon kezdetleges kísérleti módszerek, illetve tapasztalások alapján kerültek bele, és hogy most, hogy újabb módszerekhez jutottatok, lehet, hogy ezeket felül kell vizsgálni, amiket eddig tudtunk az agyról, vagy amiket tanultunk az agyról. Abszolút. Tehát az egyik szerintem nagyon fontos szempont, ami Gergő előadásának a központja volt, hogy a tankönyvekben nagyon sokszor még ma is az egyetlen, vagy az elsődleges megközelítése az agynak az a reflex fogalma, hogy ugye jönnek inputok a világból, és erre
alacsonyabban vagy magasabban záródó reflexkörben megindul egy válasz. Dehogy is, az agyunk nem alapvetően az inputokra reagál. Az agyunk magában is működik. A folytonosan fenntartjuk a világnak a szimulációját az agyban, folyamatosan prediktáljuk, hogy mi fog, jósoljuk, hogy mi fog következni, anélkül, hogy ezt bármilyen konkrét input kiváltaná, és a külső aktuális érzékletek azok csak módosítják, hozzátesznek ehhez a folyamatosan bennünk forgó világmodellhez. De például egy mondjuk gerincszerű érzeti reflex, tehát ott ugye a reflex, amikor kiváltódik, ott ugye pont, hogy később realizálja az egy tulajdonképpen, amikor nyilván visszafogottan, de az azért ott helyes a reflex megközelítésre. Tehát nem azt mondom, hogy nincsenek reflexeink, de azt mondom, hogy nem az elsődleges koncepció lenne, amit az agyról mondanék. Illetve még fiziológiai szinten is a legtöbb ilyen reflex, gerincvezői reflex, folyamatosan gátolt állapotban van. Ezek a különleges esetek, amikor a agykéri gátlás alól ez felszabadul, mint egy vészreakcióként, mondjuk amikor ugye megütik a térdemet. Ugye ez az evolúció által az egyensúly fenntartására kifejlesztett reflex. Ez a gátlásnak felelőtt felszabadul, hogy ha már itt tartunk a gerincvelői reflexnél, annyi sérüléssel élő ember van körülöttünk, hogy miért nem tudunk rajtuk segíteni, vagy van-e erre valamilyen kilátás, vagy mód, itt említettétek a kezdőrugást nemrég, hogy miért haladunk ilyen lassan? Hát a lassúság az nyilvánvalóan abból adódik, hogyha van néhány millió sejt a motoros kérekben, abból százat le tudunk mérni, és abból még mindig ki kell olvasni az információt, ami azt, tehát nem, meg kell ismerni a nyelvét a neuronoknak ahhoz, hogy ki tudjuk olvasni az információt. Tehát, hogyha egy embernél működik, akkor minden embernél ez más sejt, amit meg kell találni tulajdonképpen, vagy más sejtcsoport? Tehát próbálok egyet visszalépni még odáig, hogy hol vagyunk most. Tehát két napja ugyanúgy a BBC-n volt egy, meg a Guardian-en is szaladt egy hírkörbe, hogy brutális áttörések voltak arra, hogy abban, hogy a gerincfelőt azt összekössék, és járóképessé tegyenek embereket bizonyos helyzetekben. Ott alapvetően ott a megközelítés az arról szólt, hogy volt egy gerincfelüli szakadás, és ilyenkor a gerincfelő még valamilyen gyenge kis jel az át tud jutni, és beépítettek egyszerűség kedvéért úgy mondjuk, hogy egy erősítőt, de ennél bonyolultabb dologról volt szó, ami átvitte az ingerületet a szakadáson. Alapvetően a cél az, hogy meg tudjuk érteni ezt a bizonyos nyelvet, amit az idegsejtek használnak, és amennyiben ezt megértjük, akkor tudunk olyan fajta eszközöket is fejleszteni, amik segíteni fognak. Akár úgy is, hogy implantátumokkal, tehát mint például, amit a Zoli mutatott, a motoros kérgi implantátumokkal, akár más módszerekkel. A motoros kérgi implantátumoknál, hogy azt kérdezett, hogy mindenkinek más, mivel hogy vannak ilyen kvázi ilyen térképek arról, hogy az agyfelületen hol, milyen fajta mozgatásokra képes, vagy mozgatásokat kontrolláló sejtek vannak, ezért be lehet lőni azt nagyjából, hogy mit szeretne elérni az ember. Hogyha van összesen 90 elektródom arra, hogy valamit változást elérjek, akkor dönteni lehet abban, hogy alapvetően karmozgásokat akarom próbálni helyreállítani, vagy az új mozgásokat. Tehát a Caltech, a California Institute for Technology-nál van néhány videója a YouTube-on, ahol két páciensnél van ilyen beültetés, és az egyiknél olyan helyre ültették be előzetes tervezés alapján, nem véletlenszerűen, amivel a kar tudják kontrollálni, és annakinél az újakat. De tehát mindegyik egy külön beültetés, mindegyik veszélyes viszonylag, tehát hogy
fertőzés veszélynek van kitéve az ember, tehát hogy ezt alaposan tervezni és gondolni kell a kockázatokat. Tehát az, hogy a technológia, tehát van egyrészt a hardware fejlesztés, hogy olyan elektrodák lehetnek, amik kevésbé érzékenyek arra a mozgatásokra, ahhoz vannak olyan elektrodák, amik flexibilisebbek, meg ki tudja még milyenek. Azok mind tudnak segíteni abban, hogy, azok a problémák, amiket a Zoli is említett, azok megoldódjanak. És van a másik oldal, az pedig arról szól, hogy, lényegében a Google Translate-jét meg kell teremteni a neurális kódnak, amikor ránézünk arra a kódra, és tudjuk azt, hogy azok a kvázi bináris jelek, amik nálam megjelentek, azok valójában mit is akarnak mondani. Igen? Az egyik az eltéskedjénkat szokták mondani, hogy kérdődik azt mondtad az elején, hogy a sötétben és amikor lát valamit az ember előtt, akkor ugyanazok a neurális szavak, tehát ugyanolyan gyakoriságban fordulnak elő. Utána Zolinál láttuk, hogy már az is, hogy egy kicsit máshogy áll az a vonal, amit lát a macska, vagy akár áll, az már más aktivitást vált ki az idegség szintjén. Hogy ezeket össze? Kiváló a kérdés. Valójában, mivel hogy 3 perc alatt próbáltam elmondani, ezért valójában az igazság az az, hogy a sötétben mért aktivitásokra vonatkozó, sötétben mért aktivitások és a kiváltott aktivitások közötti kapcsolat, az úgy teremtődik meg, hogyha átlagolom az aktivitást az összes természetes képre, tehát egy nagy mennyiségű képen megmérem az aktivitást, és azokon keresztül átlagolom, akkor átlagosan fognak megegyezni ezek. Egyenként mindegyis képre specifikus lesz az aktivitás, átlagosan azonos. És ez lehetséges, hogy elsőre most így akkor kiábrándítóan hangzik, hogy túl nagyot próbáltam mondani. Valójában ez is sokkoló. Tehát hogy azért az elsőséges látókéreg, ahol mértünk, ott az ember azt várja, hogy ha nem mutatunk neki semmit, akkor legyen kedves csöndben maradni, mert most nincs miről beszélgetnünk. És ez képest akkor is iszonyú aktív, és valójában meg lehet nézni azt, hogy nem csupán az egyedi aktivitások olyanok, mint amilyenek, hanem az együttes aktivitás, az populáció is hasonlóképpen hasonló szavakat használ, vagy hasonló kifejezéseket, az egész mondatok hasonlóak tudnak lenni. Mint pár évvel ezelőtt volt egy cikk arról, hogy az egyetudmány neuropszichológia jelenlegi módszerével próbáltak feltérképezni egy számítógépet gyakorlatilag, és nem sikerült. Tehát nem tudtak ezeken a módszerekkel egy olyan rendszert, amit amúgy ismerünk, feltérképezni. És hogy igen, ez egy kicsit így szkeptikusan hangzik, hogy akkor hogy várjuk, hogy miért az agyat meg tudjuk érteni, illetve hogy nektek mi a véleményetek, hogy mennyire reális az, hogy egyszer majd egy teljes komplex modern képünk lesz az agyon a működéséről, megértéséről. Igen, ez a Conrad Kördinnek a kiváló cikke volt, amiben ez a provokatív állítás elhangzott, tehát lényegében ő azt csinálta, hogy ugyanazokkal a kis tehát az elektróda, az mér elektromos jeleket, azzal tudok nem csak idegsejtet mérni, hanem egy tranzisztoron lévő áramot is tudom megmérni, és ő megtette azt, hogy akkor próbált karakterizálni nem egy evi halat, vagy egy majmot, vagy egy csincsillát, hanem egy processzort, ugyanazzal a tudományos alapossággal, ahogy azt egy idegtudós teszi, és hát viszonylag nehéz dolga volt. Az idegtudománynak a kihívása mindig az, hogy az ember megpróbáljon felállítani olyan hipotéziseket, amiket tesztelni tud. Akkor, hogyha egyszerre két idegsejtet tudok mérni, akkor olyan elméletekre, olyan hipotézisekre vagyok kénytelen támaszkodni, amik kizárólag két sejtre vonatkoznak, mert mint ahogy az, tehát hogy ez itt nem asztrofizika, tehát hogy itt jó dolog megfogalmazni olyan elméleteket, amiket utána nem tud az ember könnyen tesztelni, de sokkal izgalmasabb az, hogyha az ember olyan elméletet fogalmaz meg, amit utána egy méréssel tud tesztelni. És folyamatosan változik ez, hogy meddig tudunk eljutni. Tehát akkor, hogyha van egy ilyen
nem, a, nem direkt, direkt módon az elektromos jelet mérjük, hanem az, hogy a sejtmembránon keresztül áramol kalcium ki be a sejtből, és ezt tudjuk valamiképpen megjeleníteni és vizualizálni és mérni. Azaz egyszerre sok-sok sejtet tudunk mérni, de cserébe sokkal lassabban. Akkor úgy kell megfogalmazni a hipotéziseinket, hogy azok erre a mérésre értelmesek legyenek. Mindig ez lesz a kihívás, hogy próbáljuk illeszteni ahhoz, ami jelenleg elérhető, és soha nem túllőni azon. Tehát pillanatnyilag arról van szó, hogy azt próbáljuk megérteni, hogy egyáltalán 100 neuron, hogyha ennyit mérünk egyszerre, azok mit tudnak mondani arról, hogy a rendszer együttesen hogyan működik. Igen, hogyha arra számítunk, hogy a processzornak azt a szintjét fogjuk megérteni belőle, hogy az operációs rendszer végeredményben hogy fut rajta, arra még egy darabig várni fogunk, azt hiszem. Akkor arra se fogunk választ kapni, hogy az ember gondolatai, emlékei letölthetőek lesznek egyszer számítógépre, illetve a személyisége letölthető lesz egy számítógépre. Vannak olyanok, akik erre kíváncsiak. Azért azt is alapvetően, tehát, hogy most hol állunk, annak a megítélése nehéz kérdés, mert úgy állunk, mint amikor az ember egy asztal előtt áll, amin egy félig, negyedik, tizedik kész puzzle-nek az elemei vannak, hogy bizonyos kis sarkok egész jól összeálltak már, lát számtalan szétszórt puzzle, csak itt nem tudjuk, hogy mennyi hiányzik a puzzle-ből, tehát hogy nem tudjuk, hogy csak meg kell látni benne a mintázatot, és akkor összeáll a kép, vagy pedig még 100 évig csak szorgalmasan gyűjtögessük a puzzle darabokat, hogy esélyünk legyen kirakni. Én így látom a mai állapotot. De haladunk, ahogy a Gergő is mondta, tehát egyre többet tudunk meg, és ebben néha nagyon érdekes felfedezések is lettek. Nem említettem például, hogy itt a szabályos háromszögrágy sejteknél megjelent, hogy tulajdonképpen akkor a számelméletet kell használni annak a neurális rendszernek a megértéséhez, mert azt kell kiszámolnunk, hogy ezek a rácsoknak mik a legkisebb közös többszörösei, és ebből derül ki, hogy akkor meddig tudja követni ez a rendszer a saját mozgásunkat. És még egy fontos dolog, ha egy tranzisztort kilövök a processzoromból, akkor az nem fog működni. Ha egy idegsejtet kilövök az agyamból, az még fog működni, szinte biztos, hogy hibátlanul. Sokkal robosztusabb, ez egy kicsit reményt ad arra, hogy könnyebb ezekkel a tömeges megfigyelésekkel rendet rakni és megérteni a nyelvüket az idegsejteknek. És a két kérdésre direkt módon még adva egy választ, tehát egyrésztről az, hogy aktuálisan az ember az kvázi úgy mire gondol, arra léteznek olyan kísérletek, amik ezt már így kisebb vagy nagyobb léptékben tudják megcélozni. Tehát a fMRI-vel ezek vannak ilyen nagyon nagy teljesítményű fMRI-k, 7 teszlás pillanatnyilag a legnagyobb kb. És azokkal konkrétan azt lehet kiolvasni a képernyő megjelenő aktivitásból, hogy milyen kép az, amit valaki éppen lát, és ezt, tehát ugye a vizuális kérekből elvezetve ezeket a jeleket, ottani jeleket megfigyelve lehet ezt kiolvasni. Tehát ilyen gondolatolvasó? Ez kvázi úgy lehet rá tekinteni. És a másik a személyiségjegyek. Hát a Cambridge Analytica botrány az gyönyörűen megmutatta azt, hogy pusztán az embernek a Facebook státusz jelentéseiből és a Facebook üzeneteiből kiválóan lehet a pszichológiának a nagy ötösét viszonylag hatékonyan kiolvasni, úgyhogy arra már nem is kell különösebben nagy befektetés mindenféle mérőműszerekkel, mert az emberek azt ingyen kiadják magukból. Köszönöm, akkor ez a jövő, de szerintem, hogyha egy 20 év múlva leülünk, és ugyanezt a kérdést fölteszem, akkor lehet, hogy már kicsit bizakodóbban fogtok válaszolni. Én bizakodó vagyok. Köszönjük szépen! Csodák, Paul, nagyon jó, egy kis ajándékkal szeretném köszönni.
Ma este ismét az NPA Wigner Fizikai Kutatóközpont munkatársaitól tanulhattunk. Köszönjük szépen Zoltánnak, Bernőnek is, Veronikának pedig az izgalmas témát. A tervek szerint jó emberben folytatódik majd a Wigner Café. Akik tudományos hírekre kíváncsiak, azokat pedig várjuk ide holnap este a Csopa Kubi Tudományos Sajtóklubra. Online is jelentkezünk majd. Még 4 órát nyitva van a csodák palotája, úgyhogy egy vagy két interaktív eszközt fel lehet fedezni. Köszönjük szépen, hogy beletöltötték a másikát.